Újfalu közéleti magazin. Hírek, aktualitások. Az idei évben, szeptember 24-én került megrendezésre a hagyományos idősek napi ünnepség, amelynek a Zicsi Újfalui Református Általános Iskola aulája adott otthont. Füzeséné Kolonics Ilona polgármester kihangsúlyozta, hogy nem csak ezen a napon jár az időseknek a köszöntés, hisz egyetlen egy napon sem szabad elfeledkezni róluk. Beszélt még a falu életét érintő további programokról, tervekről, kivitelezésekről. Magazinunk második felében bepillantást nyerhetnek Mészáros János Elek énekes csodálatos előadásába és a falu időseinek köszöntésébe, valamint a rendezvény hangulatába. A harmadik részben pedig bemutatjuk az Zicsi Újfalui Református Általános Iskola tanári karának a Bakonyban, Pénzesgyőrben tett látogatását. Tartsanak velünk! Szép napot kívánok mindenkinek! Hát örülök, hogy ennek a borongos időnek dacára azért ilyen sokan útra keltetek, megtiszteltek bennünket azzal, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek az évnek az egyik legszebb napján, amikor is az időseinket köszöntjük, itt a településen is. Hát szívesen köszöntjük mi őket az év minden napján, hiszen azért nem szabad elfeledkezni róluk sohasem, és úgy gondolom, hogy azért erre a településre ez jellemző is. Hát kedves polgármester asszony, itt vagyunk a Zicsi Újfalui Általános Iskolában. Milyen apropóból vagyunk ma mi itt? Zicsi Újfaluban ma ünnepeljük az idősek világnapját. Ez nálunk már hagyomány, egy héttel mindig korábban vagyunk. Ez egy kicsit úgy alakult, hogy ezután ugye majd a születi rendezvényünk következik, és nem szerettük volna, hogyha a rendezvények nagyon összecsúsznak, és akkor így gondoltuk, hogy ezt egy picit korábban, még megfelelően jó időben megtartjuk az idősek világnapját, és ezt mindig itt az iskola aulájában tartjuk, hiszen megvendégeljük ilyenkor az időseket, és ehhez itt adott minden, a konyhától kezdve minden. Hány fő kapott meghívót? Hát, ha jól tudom, több mint 200 fő, aki meghívót kapott. Mi ezt egy kicsit ilyen, azt mondhatnám, korán kezdjük az idősek napját, hiszen nálunk 60 éves kortól látjuk vendégül azokat a lakosokat, akik ebben az évben már betöltik ezt az életkort, de úgy látom, hogy azért ezért a meghívóért nem haragszik meg senki, jönnek szívesen, és részt vesznek ezen a rendezvényen. És hát itt a köszöntődben megemlékeztünk, illetve elmondtad azt is, hogy ki Zicsi Újfalu legidősebb lakosa. Bizony, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egyre több olyan lakosunk van, aki már eléri a 90. életévét, és 90. évét is túlhaladja. Legidősebb lakosunk, Kati nén, ugye 94 éves már, be is töltötte pont két nappal korábban, és ezen felül pedig még vannak ketten, akik 90 felettiek, és van kettő lakosunk, aki az idejében ünnepli a 90. születésnapját. Hát most egy kicsit változtattatok a programon, hogyha jól tudom, mert most kivételesen egy előadó látogatott el hozzájuk. Igen, szerettünk volna az idejében egy kicsit még jobban kedveskedni az embereknek, hiszen úgy vettük észre, hogy már korábban talán erről beszéltem is veletek, hogy az emberek egyre jobban igénylik most már megint a közösségi találkozásokat, viszont nem annyira az egész nap, reggeltől másnap reggelig tartó nagy eseményeket, hiszen azokat teljes egészében senki nem tudja kiélvezni, mert aki reggel jön, az már délutánra fárad el, aki délután jön, annak meg még kevés ez az idő, amit itt tölthet. Ezért próbálunk többször olyan rendezvényt tartani, ami rövidebb időtartamú,
bizonyos korosztálynak szól jobban, és ezt mindenki kiélvezheti. És úgy gondoltuk, hogy az idejében, mivel többször már hiányolták az idősek igazi nótázást, nóta előadót, ezért körülnéztünk itt a megyénkben, és hát ugye rájöttünk, hogy a közelünkben lakik itt egy remek előadó művész, és ma őt hívtuk meg az idősekhez, és ahogy láthattátok, nagyon élvezték a műsorát, és nagyon kellemes délutánt varázsolt ide, kicsit ugye azért kulturális programot is tudunk a közös találkozáson kívül nyújtani az időseknek. Igen, és a további programjaitokról vannak-e hagyományos program, hogyha az idei évet öleljük fel, akkor a továbbiak mik lesznek? Hát még vannak természetesen, hiszen gyakorlatilag most indul itt el az őszi programsorozatunk. Mi október 14-én tartjuk a születi felvonulást és a hagyományos születi bálunkat. Erre is várunk majd mindenkit nagyon sok szeretettel. Az idejében is az óvoda javára rendezzük meg ezt a rendezvényt, tehát a bevétellel az óvodát fogjuk majd támogatni. És ezt követően pedig Mártonnapot fogunk tartani, közösen óvoda, iskola és a település lakossága. Már vannak terveink, próbálunk a segítőkkel leülni és megbeszélni dolgokat. Ezt is az előzőekhez képest kicsit más formában szeretnénk. Természetesen a lámpás felvonulást azt megtartanánk közösen. Majd három helyszínre szeretnénk a rendezvényünket az idejében tenni. Ez pedig ugye a tornaterem lenne, ahol az iskolás korosztálynak vagy azon idősebbeknek szerveznénk olyan programokat, ami igazából nekik való. Az aulába szeretnénk a kisebbeknek, az ovisoknak, totyorgóknak egy olyan kis játékos délutánt, akár oda is egy kis előadó művésszel tartani egy olyan rendezvényt, ahol ők is jól érezhetik magukat, ráérezhetnek ők is itt a közösség ízére, hogy milyen jó együtt ünnepelni, és itt, ahol most állunk, ugye a régi szányba, ide pedig majd a felnőtteket várjuk egy közös beszélgetésre, újborkóstolásra, pálinka kóstolásra, majd ezt követően pedig természetesen akár milyen furcsa is, de ide érnek az adventi rendezvénysorozatok. Mi ezt általában két hétvégére szoktuk szükíteni. Egyik héten, hétvégén ugye felkapcsoljuk a településen a fényeket, ezeket mind magunk készítjük, magunk csináljuk. Egy közös adventi sétával szoktunk kezdeni. Az első helyszín, amit feldíszítünk, az itt az iskola udvara. Majd ezt követően el szoktunk sétálni a templomhoz. A templomnál is ugye a Betlehem, illetve a templomnak a megvilágítása. És ezután pedig visszajövünk a játszótérre, és itt pedig egy ilyen kis játékos díszítést kap ilyenkor ez a közterületünk is, majd ezt követően pedig egy kis teázgatás, kis zsíros kenyérevés szokott történni, nagyon jó hangulat szokott lenni. Ugye utána reméljük az idejében is ellátogatva a településre a Mikulás is, és majd egy közös karácsonyi készülődéssel, valami kis kézműveskedéssel, karácsonyi műsorral zárjuk az adventi készülődésünket. Hát ezek a programok mind jól hangzanak, de ugye azért tudhatjuk, hogy nem mindig minden fenékig tejfel. Itt a köszöntődben említetted, hogy visszamentél az óvodába, ugye te képzett óvónő vagy, mert hogy nincs pedagógus az óvodában, vagy miért kellett neked visszamenni segíteni? Hát kicsit furcsán alakult ez az idei évünk, igen, tehát Halkai Lajosné, Erika óvónéni ugye az idei évtől megkezdte a nyugdíjas éveit, tehát ő most a felmentési idejét tölti. És Erika ugye nagyon oszlopos tagja volt az óvodánknak, gyakorlatilag a saját csoportját egyedül vitte,
és hirdetéseket adtunk fel, folyamatosan mindenhol, ahol nőt kerestünk, és szinte az utolsó pillanatban sikerült egy szakképzett óvónőt találnunk, viszont ugye ő költözés miatt szeretett volna munkahelyet váltani, tehát ő a tó környékére költözött, másik településen éltek korábban, és amíg a felmondási ideje tartott, addig erre a rendkívüli helyzetre mentem egy picit besegíteni az óvodában maradt kolléganőknek, igen. Tehát akkor most már van óvónőtök. Igen, van, de természetesen várunk még továbbra is jelentkezőket, hiszen még mindig van egy státuszunk, ami nem lett betöltve, de úgy gondolom, hogy így most már jó kezekbe kerültek a gyerekeink úgy szintén, tehát én nagyon bízom benne, és természetesen szerintem azért Erikára is, rám is továbbra is számíthatnak, még a lakosok is, a gyerekek is, meg hát a kollégák is. Hát ez minden esetre nagyon dicséretes volt, és tényleg minden elismerésem a tiéd, hogy ezt megtetted. A további tervek, illetve az idei évben, akár pályázatok terén, akár önkormányzati munkák terén, miről tudsz nekünk beszámolni? Hát nagyon vártuk ugye a Magyar Falu programot, hogy az újból elinduljon, és a nyáron írták ki az első pályázati, vagy nyitották meg az első pályázati ablakot, ez ilyen útfelújításos pályázat, útfelújítás, járdaépítés, és ide adtunk be egy pályázatot, és nyertünk is 7 millió forintot, úgyhogy most ennek a pályázatnak köszönhetően így a Lenkei utca az teljes egészében megújul, tehát ez most már így 3 szakaszban került felújításra. Fontos szerintem, hiszen a Lenkei utca az az utca most itt a településen, ami korábban a legidősebb utca volt, tehát ott lakott a legtöbb idős, oda küldtük a legtöbb meghívott idősek napjára, és most viszont a legtöbb fiatal lakja ezt az utcát. És úgy gondolom, hogy ezért is nagyon fontos, hogy minél jobb infrastruktúrát tudjunk biztosítani, hiszen a mai élethelyzet már azért megkívánja, hogy mindenkinek autóval kell közlekednie. Van-e még a továbbiakban tervetek? Igen, tehát természetesen várjuk még a pályázati lehetőségeket, és ahogy megnyílnak az ablakok, akkor szeretnénk, ugye miről beszéltünk már korábban is, a temető felújítást mindenképpen szeretnénk folytatni, és majd szeretnénk azért egy picit így a lakosságot is megszólítani, a templomunk környékét szeretnénk egy picit újból megszépíteni, felújítani, hiszen ezek a tuják, amikkel régen ugye körbeültették magát az épületet, most már nagyon csúnya képet mutatnak, tehát nem szépek, és az épületnek sem tesznek jót, úgyhogy ezeket szeretnénk majd onnan eltávolítani. Van már felajánlásunk gépi munkára, úgyhogy már csak szorgos kétkezi embereket keresünk, akik az ágakat le tudják előtte még szedni nekünk. Hát azért Zichy-Újfalura jellemző a társadalmi munka, úgyhogy szerintem nem lesz gond. Reméljük így van, hogy sokan eljönnek és majd segítenek nekünk. Hát igyekszünk mi magunk is élen járni ebben a dologban, és természetesen ott lenni, jó példát mutatni, de bízom benne, hogy sikerülni fog, igen. Hát mi további sikereket kívánunk Zichy-Újfalu községnek. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, és köszönjük, hogy beszélhettünk. Én is köszönöm, hogy eljöttetek, és remélem jól éreztétek magatokat. Igen. Fogadjuk nagyon sok szeretettel Fejér vármegye egyik híres énekesét, Mészáros János Eleket. Én is mindenkit, nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Beszembe jutott egy vicc.
történt egyszer, az öreg székely nagyon finom pálinkát akart készíteni, és addig kóstolgatta a kifolyó medűt, míg nagyon csúnyán becsicsentett tőle. És mivel korábban ezt az érzést nem tapasztalta, azt hitt, hogy ő most haldoklik. Hát ennek megfelelően ágynak esett, nagyokat nyögött, és fél óra haldoklás után szólítja a feleségét, mondja neki: jaj, asszony, nagyon rosszul vagyok! Hívd ide azt a papot, aki összeadott bennünket! Mit akarsz? Meg akarok neki bocsátani. Hát haldoklik a székely tovább, egyre rosszabbul van. Fél óra múlva megint kiabál: jaj, asszony, gyere, gyorsan hívd ide a román papot! Román papot miért? Hát akarok térni, ha meg vagy te őrülben, mert miért akarsz áttérni? Hát, ha már meg kell halni, akkor inkább egy román hajó meg, mint egy székely. Hát addig haldoklik, mi szép lassan elalszik, másnap ébredt fel, örül az életnek, mondja a feleségnek, hogy jaj, azt mondja, ezt így betámadta. Na, mit támadta? Hát képzeld, Bukarestbe jártunk. Ó, te őrült ember, hát mi volt azon szép? Hát, hogy útlevélkör jött hozzá. Hát a székely, ez csak elmegy Bukarestbe, és hát mivel próbálja a bicikliét valami őrzött helyre rakni, neki támasztja a parlament oldalának, melyik hát menne a dolgát intézni, utána kiabál a kormányőr: bátyám, hogy képzeli magát ezt a mocskos kerékpár, ide támasztja épp az ország házához, hát nem tudta, hogy ide politikusok is járnak. Jaj, de jó, hogy mondod, akkor le is lakatolom. Na. Ennek megfelelően rohanunk tovább, még a János Vitézben van egy részlet, amivel 11 évvel ezelőtt meg is ismerhettek. Ez volt, amivel a Csillagszületik első előválogatóján énekeltem. Egy rózsaszál szemben beszél a címe. És ebben a dallal most emlékezzünk azokra a szeretteinkre, akik már nem lehetnek köztünk, mert elmentek a minden élők útján. Lehet, hogy még pár évvel ezelőtt itt ültek önök között, az ő emlékükre szóljon ez a dal. Yeah.
egyszer megkérdik az öreg székelyt, bátyám, látott már maga ilyen hazugságvizsgáló gépet? Mi az, hogy láttam? Feleségül is vettem. És tudja, mi az a véleménycsere? Hogy ne tudnám. Bemegyek a feleségemhez a véleményembe, aztán az övébe gyűlök ki. Most egy magyar nóta összeállítás következik.
szépen. Művész úrnak ezt a feledhetetlen egy órát, amit itt velünk töltött, és igazán jó hangulatot csempészett, úgy érzem, mindenkinek itt a mai délutánjában. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat, és hát természetesen az idejében sem feledkeztünk meg a kerekévfordulót ünneplő zicsújfalui lakosainkról. Településünk legidősebb lakója Szíj Sándorném, aki 22-én, tehát tegnap előtt betöltötte 94. életévét. Katinénél kívánunk innen is nagyon jó egészséget a továbbiakban. És minden évben megemlékezünk azokról az zicsújfalui lakosokról is, akik már elmúltak 90 évesek, hiszen ahogy láthatják a felsorolásból, ez nem egy olyan sok ember, de van, akinek ez megadatik. Hát Novák Istvánné, ő 31-ben született, 7. hó 31-én. Úgyhogy ő már betöltött egy gyors felszámolásra a 92. életévét. Felesti Józsefné, Annusné ügye tavaly velünk ünnepelte a 90. születésnapját. Úgy látom, hogy most nem tudott eljönni, viszont a feje itt van, hogyha megköszönnénk, hogyha átadnád neki jó kívánságunkat és a kis ajándékunkat. Annus néni pedig ugye így a 91. életévét fogja decemberben betölteni. Köszönjük szépen, mama lett. És az idejében ketten ünneplik 90. születésnapjukat. Hüvely Pista bácsi, ő május 7-én töltötte be a 90. életévét, és úgy láttam, Ilonka megérkezett menet közben. Ha megkérnénk, akkor átvennéd az ajándékot, és Pista bácsának ezúton is kívánunk nagyon jó egészséget. Annus néni pedig majd december 22-én tölti be a 90. születésnapját. Kívánunk neki is nagyon jó egészséget, tavaly még velünk volt, az idejében úgy látom, hogy nem érkezett meg, természetesen majd ellátogatunk hozzá. És ugye minden évben megünnepeljük azokat az zicsújfalui lakosokat is, akik a 80. születésnapjukat töltik az adott évben. Ő pedig, hát most egy kicsit furcsa lesz az a 80-as felsorolás, mert én is olyan leszek, mint itt a művész úr volt, hogy elkezdek itt anekdotázni. Hát az első, aki betöltötte a 80. születésnapját, ő nem más, mint Magyarorsi Károlyné Ila néni, aki januárban töltötte a 80. születésnapját, de még én elmondom ugye, hogy miért gondoltam ezt, ő nincs itt. Réger Pista bácsi, ő áprilisban töltötte be a 80. születésnapját, Fehér Lajosné Irénke néni pedig november 8-án tölti, és aki velünk van, ő nem más, mint Gippert Józsefné Irénke néni, aki karácsonykor fogja 80. születésnapját ünnepelni. Hát a visszatérve erre az egészre, hát ugye biztos sokan hallották, hogy egy kicsit ilyen rendhagyóan indult az idei nevelési év az óvodában, úgyhogy én 2 hétre visszatértem az óvodába, mint óvónéni, egy kicsit helyettesíteni, nagyon jól éreztem magam, ezt azért szeretném hozzátenni, és amikor én még óvodába kezdtem dolgozni, ugye nekem ott Ila néni volt az egyik dajkám, és Irénke néni volt az, aki a konyhám főzött. Milyen érzés volt, hogy itt elismerték ezt, és megemlítették? Hát nagyon nagy öröm volt, mikor megemlítették a nevemet,
mert én majd december 25-én fogom betölteni a 80. évemet. 43-ban születtem, december 25. Úgyhogy engem a Jézuska hozott, gondolom örültek neki. Mielőtt el tetszett menni nyugdíjba, hol dolgozott? Itt dolgoztam az Zicsúi falusi óvodába, mint szakácsként. Tehát a konyhásnéni vagy szakácsnéni? Konyhásnéni, konyhásnéni, nyugodtan lehet mondani. Azt is mondhatom, hogy kivel? Hogyne, hogyne. A Gyöpös Eszti nénivel dolgoztunk együtt ketten. És akkor, hogy mondjam, hány személyre főztünk ketten az iskola, az iskolásoknak is és az óvodásoknak is. Hát körülbelül olyan 100-on fölül voltak. Milyen évek voltak ezek? Hogy tetszik rá visszaemlékezni? Hát én nagyon boldogan, mert nagyon megértettük egymást az Eszti nénivel, és nagyon szerettem az óvodába dolgozni. És azóta, hogy telnek a nyugdíjas évek? Mit tetszik csinálni? Hogy telnek a mindennap? Én azt elmondom, hogy mit csinálok. Mi csirkével foglalkoztunk 28 évig. És addig is dolgozni tetszett aktívan? Otthon, még a mai napig. Reggel főkelek, megfőzök, mosok, mindent megcsinál, a házi munkát megcsinálom. Mert a fiatalok azok dolgoznak, sőt, van a második házasságomból egy unokám, most ütötte júniusba be az 5. születésévét, és arra vigyázok meg, elrendezem, megy az óvodába, hazajön, azzal vagyunk együtt. Mi az, ami erőt ad a mindennapokban? Miért érdemes élni? Én nekem, ha nem pálna a gerincem, mert onnan jön ki a pályás, így végig a csipőm, én most is azt mondom, hogy én soha nem mondhatom azt, hogy elfáradtam. Én csak annyit tudok mondani, hogy fáj mindennek. Az első házasságomban van két leányom, most jötti be majd a 60. születésnapját az is, és a második házasságomban a Norbi, így van három családom. Szép család, ez az élet értelme. Ott vagyunk, igen, igen. Fontos, hogy összetartson a család? Nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy megértés legyen a családba. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy beszélhettünk, és kívánok magának jó egészséget, és nagyon örülök, hogy találkozhattunk. Köszönöm. És örülök neki nagyban. Nagyon örülök neki. A nap hátralévő részében akkor kívánok mindenkinek a ebédhez, vacsorához, ki minek szeretné nevezni, nagyon jó étvágyat. Egyen mindenki, kedve szerint. A menü az nagyjából mondhatom, hogy már hagyományosnak számít, pörkölt nokedlival, és utána jön majd a sültestál, bizibizivel, és a sok-sok házi sütemény, amivel nagyon sok szeretettel készültünk itt a mai délutánra. Úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek, és utána pedig egy kicsit megdolgoztatjuk a zenészt is, meg magunkat is, egy kis tánccal mulattassuk még el a mai délután. Kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást! A falu több pontjáról is indulnak turista utak, amik úgy gondolom, hogy nagyon szép hajtóznak. Meg hát csak a Bakonyi Kállós közepén vagyunk. Itt voltak régebben egy csapatunk az iskolából, pár évvel ezelőtt.
táborozni, és azért gondoltam, hogy akkor ide eljövünk a tankestülettel egy alakuló értekezlet keretében, és egy csapatépítés első nap a munkakezdésnek ez. Alapvetően egy tényleg egy kicsi falu, legfőbb éppen sváb emberekkel, de szerető sváb emberekkel. Közvetlenek is voltak velünk. Itt vagyunk a pénzesgyőri faházaknál, ahol tiszteletedet tetted egy Zicsiújfaluból érkező tanári karnak. Igen, megtudtam, hogy jönnek Zicsiújfaluból, és az általatok is forgatott közéleti magazint figyelemmel követem, és gondoltam udvariasságból, és meg egyébként is egy kapcsolatteremtési oldalról is tiszteletemet teszem. Bízom benne, hogy nem rontottam el az estéjüket és a szórakozásukat. Azt tudjuk, hogy a gyermekek a számodra, illetve az önkormányzat számára nagyon-nagyon fontosak, és azért itt egy teljes tanári kart üdvözölhettél, tehát valahol ezek a gondolatok kapcsolódnak. Abszolút, abszolút. Hangszerkészítő. Egy darab fát kap, és mire elkészül, egy szép hangszer lesz belőle. A tanárnak ugyanez, ugyanilyen fontos a pedagógusnak a munkája, hiszen az ő kezük alatt okosodik a gyermek, és egyre évről évre értelmesebb, meg okosabbak lesznek, és ez csak az ő kezük munkája által alakulhat, és nagyon fontos a pedagógusnak munkája, és nyilván összekötve a gyerekekkel, ez nagyon fontos. Hát sok szeretettel köszönöm. Öntelek itt titeket Pénzesgyőrön, a Bakonyban. Miért pont a Bakony? Hát mehettetek volna akármilyen wellnessbe is. Hát igen, mehettünk volna wellnessbe is, de mi egy természetet nagyon szerető társaság vagyunk, és egy régebbi kirándulás alkalmából az iskolából már voltak itt egy gyerekcsapatunk, és ők áradoztak a helyről, és így gondoltam, hogy akkor az alakuló értekezletet itt fogjuk megtartani Pénzesgyőrbe. Egy nem mindennapi alakuló értekezlet lesz. És mi a cél egyébként még ezzel? A közösségépítés, vagy a rápihenés? Ezzel az a cél, hogy a mostani tantestületünkben 5 új kolléga is lesz, és egy teljes tantestületünk állt így össze, és egy nagyon jó kis csapatépítés ez nekünk, hogy akkor nem az iskolai falai között, hanem itt kint ismerjük meg egymást, és egy jó, kellemes, laza beszélgetéssel mindenki jól tudja érezni magát az est folyamán. És ma érkeztetek, merre jártatok? Mert úgy tudom, voltatok is felmérni itt a túrapontokat. Igen, ma érkeztünk, elvileg 2 órára, gyakorlatilag pontosan délbe indultunk Gárdonyból, és 6 autóval, minden autó kapott feladatot, az út folyamán feladatokat kellett megoldaniuk, amik ilyen jó kis szellemes kis vicces feladatok voltak, de mindenki meg tudta oldani, majd mikor ide érkeztünk, utána közösen elmentünk a szurdokba egyet sétálni. A feladatokról egy picit néhányat tudnál említeni? Igen, hát különböző fotókat kellett készíteni állatokról. Volt egy olyan feladat, hogy fényképezzetek le egy őzet, hát ezt ugye többféleképpen lehet. Lehet igazi őzet is fényképezni, meg lehet táblán is őzet fényképezni. Vagy lehetett olyat is, hogy 40-es számot lefotózni. Akkor volt olyan, hogy szedjetek mezei virágcsokrot, hozták a virágcsokrokat a kollégák. Szóval számos ilyen feladatok oldottak meg itt az út folyamán. Ez zseniális. Akkor tényleg azt látjuk, hogy a hangulat nagyon jó, és tényleg ez a tipikus pihenős, elcsendesödős összejövetel. Igen, ennek ez is a célja, hogy tényleg itt a hangulat az jó legyen, és így kezdjük el az évet ilyen jó hangulatba, úgymond egy jó társaság, és akkor reméljük, hogy így legy végig az egész tanévünk. Így legyen, és itt az interneten láthattátok a faházakat. Mi volt, milyen benyomás volt ide érkezve, tehát mennyire tetszenek ezek az elhelyezés, a bármilyen? Igen, először megnéztük az interneten, és hát egyáltalán nem csalódtunk, mert tényleg nagyon szép helyen vagyunk, nagyon jók a faházaknak a felépítése, berendezése, és igen, tényleg azt a célt szolgálja, amiért ide jön az ember pihenést. Az pedig a legfontosabb itt az embereknek. Tehát nem zavart benneteket, hogy nem egy 5 csillagos szállodába jöttök, hanem... Egyáltalán nem zavart, sőt, nem is biztos, hogy ott olyan jó hangulatba telt volna majd ugye az esténk, meg itt a délutánunk, mindahogy itt.
telik. És amikor most mi itt végre békén hagyunk benneteket, akkor fog következni az ülés, amit mondtál? Igen, most este folyamán még lesz egy tantestületnek egy alakuló értekezlete, amit megpróbálok rövidre venni, mert itt azért az est ne erről szóljon, de hivatalos dolgot is megejtjük így, és akkor megalakul a tantestület, és kezdjük az idei, aki 23-24-es tanévet. Hát mi kívánunk ehhez nektek szívből sikereket, úgyhogy hajrá Zicsi Újfalu! Nagyon szépen köszönöm, és én is kívánok nektek nagyon sok sikeret. Köszönjük szépen! És itt egy csapatépítést is próbálunk összehozni, és szerintem előbből meg amivel, ahogy már láttátok, Gárdonyban az Aldi parkolóban, azért vannak közöttünk új arcok is. Fáradt már így a nyár elején, nyár közben egy-kettőtök megismerhetett velünk az újakkal, viszont én itt is szeretném köszönteni.